Egymással szemben, itt még csak a stúdióban, Kálmán Olga és Tarlós István. Mindenről én jutok az eszébe, ami... Ne reménykedjem. Ami egy... Hát... Ne reménykedjek? Hát akkor hagyjuk is. Még csak a DK-EP képviselőjével Dobrev Klárával cserélt helyet, de októberben Tarlós István székébe ülne Kálmán Olga. A DK ugyanis őt indítja az ellenzéki főpolgármester jelölti előválasztáson. El tudják képzelni azt, hogy szemtől szemben kérdezem Orbán Viktort. El tudják képzelni azt, hogy szemtől szemben tárgyalok Orbán Viktorral a város ügyeiről. Én el. És higgyék el, hogy nem csak bólogatni fogok. Úgyhogy hajrá, szabad Budapest, csak egyenesen. Már gyűjtik az aláírásokat Karácsony Gergelynek az ellenzéki előválasztása. Négy párt, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum és a DK megegyezett, azt támogatják, aki a legtöbb szavazatot kapja. Gyurcsány Ferenc az EP választás másnapján még arról beszélt, a párt várakozáson felüli eredménye miatt nem változtatnak. Nincs semmi oka, hogy elbizonytlanodjon bármelyiküke is Karácsony Gergely támogatásában. Dobrev Klára szerint ez a támogatás csak az előválasztás első februári fordulójára szólt, amikor Karácsony Gergely a szocialista Horváth Csabát győzte le. Amire megállapodást kötöttünk Karácsony Gergellyel, az az előválasztás első fordulója volt, abban támogattuk. Az MSZP Párbeszéd főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely már egy sajtótájékoztatót hívott össze, amelyet indoklás nélkül mondtak le, miután a Demokratikus Koalíció bejelentette a saját jelöltjét. Ide a képviselőirodaházba jöttek a Párbeszéd politikusai és válságértekezlet. Tartanak. Erre érkezett Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője is, aki nem érti, miért áll elő most a DK Kálmán Olgával. Értetlenül nézem azt is, hogy egy aláírt közös szerződés megszegésével teszi ezt, tehát a baloldali előválasztás már lezajlott. Karácsony Gergely végül a Facebookon reagált. Most eddig is tudtam, hogy lesz a DK-nak jelöltje az előválasztáson, csak eddig azt hittem, hogy az én leszek. De szállami, ilyen a politika állítólag. Hozzátette, annak örül, hogy igazi verseny lesz, és annak is, hogy Kálmán Olga indul. Tarlós István főpolgármester az ATV-nek úgy reagált, a helyzetről nincs véleménye. Az előválasztáson a Momentum is önálló jelöltet indít. Kerpel Frónius Gábor közleményben azt írta, örül a versenynek, az előválasztásból viszont kiszállt Puzsér Róbert, miután az LMP és a Jobbik nem támogatja már.